indul a strandszezon. Nyíregyházán, Mátészalkán és Fehérgyarmaton is felújították a fürdőket. Újabb emelés. Szerdától 6 forinttal lesz drágább a benzin és 5 forinttal a gázolaj. Hamar lebukott a dombrádi tolvaj. Hétfőn egy óra alatt elfogták a betörőt, aki laptopokat és karórákat vitt el egy lakásból. Indul a strandszezon. Több megyei fürdőt is felújítottak a megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Sóstói strandra 10 milliót költöttek idén, hogy minden készen álljon a vasárnapi nyitásra. Mátészalkán 2 új medencével várják a látogatókat, de korszerűsítették a fehérgyarmati strandot is. Jó üzlet felújítani a fürdőket, mert egy tavalyi statisztika szerint a legtöbben a strandokon költöttek szépkártyával. Utolsó simítások a Sóstói strand több mint 1,7 hektáros területén. Vasárnap ugyanis kinyit a szabadtéri fürdő, indul az idei strandszezon. Hatalmas nagy vízfelületeink vannak, és hát a csempeburkolatok fugázása, a pótlása, ez minden évben egy jelentős munkát jelent számunkra. Emellett, ami fontos, a zöld felületek ápolása, mintegy 200 facserjét ültettünk el. Ezek ugye, ahogy öregszik, hát minden évben gajaznunk kell nyilván a nagy tölgyfákat, ugye 80-100 éves fákról van szó, és nyilván minden évben pótoljuk is ezeket, hogy egyszer majd az utókornak is ugyanilyen szép legyen a parkfürdő, mint amilyen számunkra. Gyepszőnyegünk, ugye, mint egy több mint 20 ezer négyzetméter gyepfelületnek a locsolóhálózattal történő kiépítése történt meg. A karbantartási munkálatokra több mint 10 milliót költött a cég. A nyíregyházi fürdő gyógyvize évek óta sok turistát hoz a térségbe. Tavaly a nyíregyházi fürdőkben összesen közel 290 ezer látogatót fogadtak. Az idén is hasonló forgalomra számítanak. Az idei nyitásnak a gyerekek örülhetnek igazán, hiszen vasárnap minden 10 éven aluli gyerek ingyen jöhet fürdőzni. A tófürdő nyitását kicsit későbbre, június közepére tervezik, amikor is a tóvize felmelegszik. Az idén sem maradhatnak el a Sóstófürdő tematikus programjai, a Sóstófest, a strandfoci, de kivetítőn lehet majd követni a labdarúgó EB-t is. A jegyárakon idén nem emelnek, mondta a vezérigazgató. Megújul a Mátészalkai strand is, június első felében nyílhat meg 2 új medence, az egyik egy 400 köbméteres termálvizes gyógymedence, a másik pedig egy kisebb gyerekmedence. A beruházásról hétfőn 35 perc című műsorunkban beszélt Hanusi Péter polgármester. Tavaly egy 40 millió forintos nagyságrenddel kezdtük el a munkát. Idén ismét egy ilyen 30-35 millió forintos fejlesztési forrást találtunk erre a város saját bevételeiből, költségvetéseiből. És ez azért nagyon komoly munka, mert ahogy a tisztelt nézők láthatták a bejátszásban, mintha a Szalkavíz Kft. Ugye 100%-os önkormányzati tulajdonú cég. Tehát ez a munka, amit ők most elvégeznek, ennek durván 100-120 millió forint lenne a bruttó piaci értéke, de így, hogy a saját céggel csináljuk önköltségi áron, nem tudok, hogy közmunkások bevonásával, csak a speciális szakmunkákat adtuk ki külső, mellesleg mátészalkai vállalkozóknak, épp ezért az ő ceruzájuk is nagyon vékonyan fogott. Tehát így ezzel nagyon-nagyon hatékony munkát tudunk elvégezni. A fehérgyarmati strandon már tavaly elvégeztek kisebb-nagyobb rekonstrukciós munkákat. Érdemes a kisebb fürdőket is felújítani, hiszen szép kártyával sokan fürdőznek ezekben is. Szabadkamaszbereg megyének a kisebb fürdői, akár most egy Nyírbátorra gondolok, vagy éppen Vásárosnaményre, a Kisvárdára, ezek mind-mind azt gondolom, hogy ideális helyszínek ahhoz, hogy akár szép kártyával is fizethessenek a vendégeink. Az elmúlt évben 9,5 milliárd forintot használtak fel a szép kártyákról. 1.253.000-en kapják ezt a fajta béren kívüli juttatást. Érdemes figyelni arra, hogy május végéig használhatók fel a 2014-ben feltöltött szép kártyák. Ugyan elindult a nyári idegenforgalmi szezon, de attól még bajban vannak a vendéglátósok. Ahogy az egészségügyben és az építőiparban, úgy a turizmusban is egyre kevesebb itthon a szakember. A Balaton körül hallani olyan étteremről is, ami azért nem nyitott még ki, mert nincs náluk szakács és felszolgáló. A megyében is érezhető a hiány.
600 személyre fő a babgulyás ezen a rendezvényen. Köztudott, hogy a turisztikai szezonban bonyolítják le a legnagyobb forgalmat a vendéglátósok. Nyáron a szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon is főznek. Márha van, aki főzzön. Szoboszlai Gyula mesterszakács azt mondta, a magasabb fizetés miatt sok szakember dolgozik inkább külföldön. Ez egy nagyon összetett kérdés, mert azt látjuk, hogy itt mennyi pénzt lehet keresni. Mennyi pénzt lehet kint keresni, de soha nem teszünk figyelembe, hogy mennyi munkával és milyen munkával lehet több pénzt keresni. Ugye itt, ha valakinek mosogatni kell, akkor húzza a száját. És a fiatal szakács ki fog menni, úgy sem mást, csak mosogatni. Ebben a szállodai étteremben nem csak a szaktudás, hanem a nyelv ismeret is fontos. Itt azt mondták, folyamatosan küldik továbbképzésekre munkatársaikat azért, hogy a vendégek igényeinek megfeleljenek. Az idegen nyelv és tulajdonképpen a folyamatos továbbképzés, tehát a folyamatos képzés, az újdonságokkal való megismerkedés, akár interneten, akár könyvben, illetve egy tapasztalat csere egy másik szakemberrel, akár kiállítások, rendezvényeken való szakmai titkok ellesítése. A megkérdezett szakemberek azt mondták, szívesen látnak tanulókat éttermeikben. Ha a fiatalok náluk szerzik meg a gyakorlati tudást, akkor nagyobb eséllyel maradnak helyben a végzés után is. A magasabb külföldi bérek azonban még mindig nagyon csábítóak. Számítások szerint nettó 150-200 ezer forint különbség van a hazai és a nyugat-európai havi fizetések között ezekben a szakmákban. Szerdától 6 forinttal emelkedik a benzin és 5-tel a gázolaj literenkénti ára. Napokon belül ez már a második komolyabb drágulás, pénteken 9 forinttal ment fel az ár. Ennek ellenére messze vagyunk a 2012-es csúcstól, amikor 450 forint körül kellett fizetni 1 liter üzemanyagért. Az elemző azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy olyan magas ára közeljövőben nem lesz, de a 350 forint körüli összegre érdemes az autósoknak tartósabban felkészülni. 347 forint, kedd délután ennyiért lehetett tankolni a legtöbb nyíregyházi benzinkúton. Legutóbb múlt hét pénteken bruttó 9 forinttal nőtt a 95-ös benzinára, szerdán azonban újabb 6 forintos emelés lesz. A benzinárának a legnagyobb része jövedéki adó, ez 120 forint literenként. Ezentúl áfát is kell fizetni a termék után, valamint magát a termelői árat, amit nagyban befolyásol a forint-dollár árfolyam is. Ezekhez jön még a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ár is, valamint a kőolajkészletező szövetség 1%-os díja. Van olyan autós, aki figyeli az árakat és még az emelkedés előtt tankol, de nem mindenki foglalkozik a pár forintos változásokkal. Abszolút nem szoktam foglalkozni vele, hogy mennyibe kerül, így is úgy is el kell jutnom A pontból B-be, teljesen mindegy, hogy mennyi. Meg egy teli tanknál ez ilyenkor 200-300 forintot jelent, nem foglalkozom vele. Inkább egyszerre tankolok, amikor olcsóbb, és ez vezérel, és akkor egy tanknál azért már többet tudok rajta fogni. Tehát nem tankolok, hogy 5-pár ezer forintért, hanem inkább teletankol. A benzinár a Brent típusú kőolajár emelkedésnek köszönhető, aminek jelenleg 50 dollár fölött van a hordónkénti ára. A 95-ös üzemanyagár még 2012 áprilisában érte el csúcsát, ilyenkor jóval 400 forint fölött volt. A rekordára 451 forintnál állt meg. A mostani emelkedés fő oka az, hogy keresleti és kínálati oldalról is érkeztek olyan hírek, amelyek pozitív irányba lendítették a kőolajárát, közölte a szakember. Keresleti oldalról ki kell emelni az Egyesült Államok, India, illetve Kína viszonylag masszív olajkeresletét. Kínálati oldalról pedig több egyszeri esemény is szerepet játszott, például a kanadai erdőtüzek, amelyek ideiglenesen megakadályozták Kanada Alberta tartományának olajtermelését, de ide tartozik például Nigéria is, ahol különböző fegyveres események zajlottak. Ennek hatására egy 1,5-2 millió hordós napi olajkínálat tűnt el a piacról. Az autósok a kis- és nagykereskedelmi árések miatt néhány esetben akár 15-20 forintos eltéréseket is tapasztalhatnak a különböző töltőállomásoknál. Idén már 75 éve működik a Magdaléneum református ápoló otthon Nyíregyházán. Az 1941-ben alapított intézményben értelmileg és halmozottan sérült lányokat gondoznak, biztosítják teljes körű ellátásukat. A lakó otthonban jelenleg 84-en élnek, a legfiatalabb gondozott egy 7 éves kislány, a legidősebb pedig 70 év fölötti idős hölgy. Kedd délelőtt az elmúlt évtizedek áldásaiért rendeztek hálaadó ünnepséget. Vannak, akik kicsi gyerekkorukban
beköltöznek és életük végéig itt élnek, ezért fontos, hogy otthon legyen az ő számukra, ne csupán egy intézmény, hanem valóban otthon legyen, és itthon érezzék magukat a lakók, és ha a lakóknak otthonává válik, akkor otthona valamilyen szinten a munkatársaknak is, akik nagyon áldottan szolgálnak itt a mi intézményünkben. Úgy érezzük, hogy Isten a tenyerében hordozza ezt a házat, és hogy nagyon szereti a ház lakóit és dolgozóit. Júliustól kétszer csenget ingyen a kéményseprő, harmadik alkalommal már csak pénzért vizsgálja át a kazánokat. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Két ezüstérmet szerzett Veres Amarilla a torinói kerekes székes vívó Európa bajnokságon. Az NVSC versenyzője kard egyéniben és a párbajtőr csapat tagjaként végzett a második helyen. A szintén nyíregyházi Tarjányi István a kard és párbajtőr csapat tagjaként egyaránt hatodik lett, míg egyéniben a kilencedik, illetve a 11. helyen zárt Pákai Béla tanítványa. Negyedik alkalommal rendezték meg Nagyhalászban az országos baptista sakk kupát. A Csuha Antal Baptista Általános Iskolában 22 intézmény, 183 diákja ült asztalhoz. A fiatalok 4 korosztályban mérték össze tudásukat. Július 1-től a katasztrófa védelem veszi át a kémények ellenőrzését. A változtatás azzal is jár, hogy ezentúl, ha kétszer nem engedi be a tulajdonos házába a kéményseprőt, akkor már fizetni kell a szolgáltatásért. Nem csak ebben lesz módosítás. Nyártól már csak kondenzációs kazánt lehet a házakba beszerelni. Kondenzációs kazánt vizsgál a kéményseprő ebben a lakásban. A tulajdonos azt mondja, gyakran előfordul, hogy nincs otthon, amikor először jönnek ellenőrizni. Második alkalommal azonban már tudnak időpontot egyeztetni. Általában másodjára el szoktak érni, de telefonon tudunk konzultálni velük. Tehát nekem a kéményseprő céggel ilyen szempontból még soha nem volt semmilyen késedelem, semmilyen apvérünk, úgyhogy részemről abszolút meg vagyok velük elégedve. Az eddigi kéményseprési sormunka úgy alakult, hogy a kéményseprő vállalat szakemberei az otthonaikban keresték fel a nyilvántartásban szereplőket. Akit nem találtak ott, első alkalommal levélben értesítették, és megpróbáltak vele időpontot egyeztetni. Valkó Attila, a kéményseprő cég vezetője elmondta, július 1-től jelentősen változnak a jogszabályok. A feladata a katasztrófa védelemhez kerül át, és annak, aki kétszer nem engedi be a kéményseprőt, harmadik alkalommal fizetnie kell. Ezután július 1-től a katasztrófavédelem első alkalommal térti vevénnyel fogja értesíteni a lakosságot, második alkalommal szintén térti vevénnyel, és harmadik alkalommal, hogyha akkor se találja otthon a kéményseprő a lakosságot, akkor már fizetős lesz a kéményseprés. Változás az is, hogy július 1-től már csak úgynevezett kondenzációs kazánt lehet beszerelni. A régieket nem kell lecserélni, de ha műszaki okok miatt muszáj változtatni, csak a modern berendezést lehet üzembe helyezni. Hétfőn délelőtt lopott, néhány óra múlva pedig már a rendőrségen ült az a dombrádi férfi, aki ezeket a laptopokat vitte el egy lakásból Dombrádon. A 3 számítógép mellett egy mobilt és ezt a 2 karórát is ellopta. A 28 éves férfit őrizetbe vették, de eljárás indult a szintén dombrádi orgazda ellen is. Teherautóval ütközött személygépkocsi a 41-es út nyíregyházi kivezető szakaszán. A személyautó sofőrje megsérült, őt a mentősök látták el a helyszínen. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, a rendőrök pedig elterelték a forgalmat. Traktorok is törtek tegnap és ma a megyében. Hétfőn délután a 49-esen Porcsalma belterületén akart balra fordulni egy traktor, amikor hátulról belement egy előzésbe kezdő furgon. Még a kresztáblát is kitörték. Ma délelőtt pedig a 41-esen Besenyőd külterületén ütközött össze egy kis busz traktorral. Itt a furgon már előzésben volt, amikor hirtelen a traktoros úgy döntött, hogy balra fordul. Mindkét esetben jelentős az anyagi kár, utóbbi balesetben 2 meg is sérültek. Két ezüstérmet szerzett Veres Amarilla a torinói kerekes székes vívó Európa bajnokságon. Az NVSC versenyzője kard egyéniben és a párbajtőr csapat tagjaként végzett a második helyen.
A szintén nyíregyházi Tarjányi István a kard és párbajtőr csapat tagjaként egyaránt hatodik lett, míg egyéniben a 9., illetve a 11. helyen zárt Pákei Béla tanítványa. Vasárnap fejeződött be Torinóban a kerekesszékes vívó Európa-bajnokság, amely az utolsó kvalifikációs verseny volt a riói paralimpia előtt. Közel 30 ország több mint 150 vívója mért összetudását. A magyar csapatban ketten képviselték a nyíregyházi színeket. Tarjányi István négy számban erősítette a válogatottat, míg Veres Amarilla sérülten is szerzett 2 ezüstérmet. Edzőjük szerint mindketten kihozták magukból a maximumot. Úgy gondolom, hogy soha nem előre várhatóak az eredmények, azokra nagyon keményen meg kell dolgozni. Szerencsétlenség volt, hogy az EB előtti héten volt ez a sérülés a Marillának, és az indulás előtti napon vették le a gipszet, de ezt át tudta hidalni. Nagyszerű versenyzői képességű versenyzőről van szó, és hatalmas harcos, hatalmas küzdő, és ezáltal megint be tudta bizonyítani, hogy a világ élvonalába tartozik. Ez az a plusz, amikor eldől az, hogy egy versenyző jó versenyző, vagy klasszis versenyző. A paralimpiára készülő Veres Amarilla elmondása szerint teljesítő képessége határait feszegette. A sérülten vívó hölgy kitartásának 2 ezüstérem lett a jutalma. Az első versenynapon még nem tudtam magam ezen túltenni, olyan nagyon nagy fájdalmaim voltak, és az első versenynapom az rá is ment erre. A párbajtőr egyéni az nem úgy sikerült, ahogy általában szokott, de ez azért volt, elég szokatlan volt ez a fájdalommal való versenyzés, és a verseny közben én rengeteget tanultam ezzel a 3 nap alatt szerintem. Sportolóként és emberként is rengeteget fejlődtem, hogy a második versenynapomra már sikerült teljes mértékben kizárni a fájdalmat, és ilyen mértékű hatalmasat küzdeni, ilyet még nem csináltam soha. És szerintem senki nem csinált még ilyet. Tarjányi István kategóriaváltását követően 2 csapatban szerzett 6. helyezéssel, valamint egy kard egyéni 9. és egy párbajtőr egyéni 11. helyezéssel tért haza Olaszországból. A célom az volt, hogy minél jobban szerepeljek az Európa-bajnokságon, mivel 4 versenyszámban indultam, 2 egyéni, 2 csapatban, így igencsak erőn felül teljesítettem, én úgy gondolom, és nagyon jól szerepeltem az első B kategóriás Európa-bajnokságon. Tarjányi István legközelebb júniusban a Varsói Világkupa versenyen képviseli majd a magyar színeket. Veres Amarilla nem indul Lengyelországban, ő egy pihenőt követően elkezdi a felkészülést a riói paralimpiára. 4. alkalommal rendezték meg Nagyhalászban az országos baptista sakkupát. A Csuha Antal Baptista Általános Iskolában 22 intézmény 183 diákja ült asztalhoz. A fiatalok 4 korosztályban mérték összetudásukat. A Nagyhalászi iskola is részt vesz a Polgár Judit által fémjelzett sakkpalota programban. A sakkoktatás mellett évente egy országos versenynek is otthont ad a Csuha Antal Baptista Általános Iskola. A 4. országos baptista sakkupára 22 intézményből érkeztek versenyzők. A Nagyhalászi iskolában több mint 40 gyerek sakkozik versenyszerűen. Nyugodtan mondhatom, hogy évtizedes hagyományokra tekint nálunk vissza a sakkjáték szeretete, a sakkoktatása. Kezdetben szakkörformájában történt ez a program. A későbbiekben alakult ki az, hogy az órarendbe beiktatva oktatjuk a sakkot. Gunyec Zoltán sakkoktató szerint egyre több fiatal ül le sakktábla elé, és többségüket meg is tudják tartani. Az országban beindult sakkprogramok alapján nagyon sok gyerekkel sikerül megismertetni a sakkozást, és aki már megismeri a sakkot, az nagy valószínűséggel bele is szeret. Egy olyan játék a sakk, amelyik a boxhoz hasonlóan megmozgatja az agyat, csak egy kicsit másképpen. Egészen máshogy gondolkodtat és koncentráltatja az embert a sakk, mint egy számítógépes játék. Tehát mivel nehezebb is, óriási emocionális sikerélményt ad az embernek a versenysak. Természetesen a partiban csak egy ember nyerhet, vagy esetleg döntetlen lehet, viszont ugye egy versenyen, meg versenyről versenyen sok-sok partit vívunk, és egy-egy szép győzelem örökre belevésődik az ember emlékezetébe. A nagyhalászi versenyen a fiatalok 4 korosztályban mérték összetudásukat, és a szervezők, az edzők, kísérők számára is rendeztek egy villámtornát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Indul a strandszezon, több megyei fürdőt is felújítottak a megyében. A Sóstói strandra 10 milliót költöttek idén, hogy minden készen álljon a vasárnapi nyitásra. Mátészalkán 2 új medencével várják a látogatókat, de korszerűsítették a fehérgyarmati strandot is. Szerdától 6 forinttal emelkedik a benzin és 5-tel a gázolaj literenkénti ára. Napokon belül ez már a második komolyabb drágulás, pénteken 9 forinttal ment fel az ár.
Ennek ellenére messze vagyunk a 2012-es csúcstól, amikor 450 forint körül kellett fizetni egy liter üzemanyagért. Az elemző azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy olyan magas ára közeljövőben nem lesz, de a 350 forint körüli összegre érdemes az autósoknak tartósabban felkészülni. Július 1-től a katasztrófa védelem veszi át a kémények ellenőrzését. A változtatás azzal is jár, hogy ezen túl, ha kétszer nem engedi be a tulajdonos házába a kéményseprőt, akkor már fizetni kell a szolgáltatásért. Nem csak ebben lesz módosítás, nyártól már csak kondenzációs kazánt lehet a házakba beszerelni. A Kölcsei Televízió iradóját látták május 24-én kedden. Friss hírekkel szerda este várjuk majd önöket. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Kelet felé elhagyja térségünket a záporokat, zivatarokat okozó ciklon, mögötte északkelet felől szárazabb levegő érkezik. Estétől fokozatosan csökken a felhőzet. Eleinte még zápor, zivatar kialakulhat, majd megszűnik a csapadék. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Szerdán napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Futó zápor, kis eséllyel gyenge zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Nyári és a meleg időjárása van kilátás a hét további részében. Bár jócskán lesz napsütés, korán sem lesz mindig zavartalan. Az erőteljesebben fejlődő gomoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Az enyhe éjszakák után napközben egyre több felé emelkedik 25 fok fölé a hőmérséklet, hétvégén néhol a 30 fokot is elérheti.